műsor kiemelt támogatója a Marosvásárhelyi Toyota. A vendéged leszek, s te a vendégem. Lássuk, ki fogad most engem. Jó napot, megjöttem. Jó napot, megjöttem. Szent Iványon vagyunk, Fekete Leon primás és Rudit köszönhetjük itt közöttünk, és megkérjük őket, hogy egy kicsi Vajdaszent Iványi fordulót húzzanak nekünk, jó? És akkor bemutattam nektek, nézzük meg, nem kell csinálni, jó? Bevezettem a lányt! A népi hagyományok nagyon fontosak lehetnek egy közösség életében. Csendes építéssel kezdjük! Nem csak azért, mert segítségükkel visszapillanthatunk a múltunkba, megtudhatjuk, hogyan éltek elődeink, hanem azért is, mert ma is össze tudnak hozni közösségeket, tartalmas, szórakoztató, gazdag együttléteket biztosíthatnak kicsiknek, nagyoknak egyaránt. Feltéve, ha ismerik ezeket. Ugyanis gyakran előfordul, hogy felmenőink életvitelének jellegzetes mozzanatai szinte teljes egészében feledésbe merültek. Nem tudjuk például, hogy hogyan íjaztak, szekereztek, lovagoltak vagy éppen táncoltak. Sokakban felismerül a kérdés, hogy miért lenne fontos mindez egy 21. századi fiatal gyermek számára. Ma ennek járunk utána Simon Szabolccsal, a Vajdaszent Iványi Hanna hagyományőrző műhely vezetőjével. Nagyon szépen köszönöm a zenekarnak, és mit láthattuk, ugye, kendő teremti meg a kapcsolatot a fő és a lány között. Hello. Na, szervusz! Szia! Vadics Petra! Simon Szabolcs! Nagyon örülök, én is! Mi próbálunk, amennyiben lehet olyan állatokat ide területre betelepíteni, ami magyar eredetű. Ha már van magyar kutya, akkor ha magyar hagyományőrzésről van szó, és magyar kovaszról van szó. Ez a terület itt, mivel ők őrzik, ők védik egész éjszaka az ők szerep, ez saját területe. Szóval, na, és sokszor még össze is veszünk, hogy ki a terület, az enyém vagy az övém. Alfa nem szabad, édesapám. Jó? Na. Nagyon szép vagy. Azt feltételezik, hogy már a honfoglaló őseinkkel jöttek be. Ő az Alfa, ő pedig a Barka, na ő pedig mindenki barátja. Ilyenkor, ha valakit én beengedek ide, ő képes, mászik a lábadra, nyal meg mindent. És ezt a jó kis jurtát, hát ezt honnan? Az eredeti hun-mongol jurták, azok nemezelve készültek, és a jurtának a jellegzetessége az volt, hogy a nemezelt jurtát, ugye, aki benne lakott, az megtehette, hogy ugye megázik, azt kifordítjuk, szárítgatjuk, meg minden, ugye. Na, itt nekünk nagyon aktív az élet, és ezért kitaláltak ugye egy olyan ponyvát, ami 4 évszakos. Ez azt jelenti, hogy télen nem kell leszedni, beírja, és maga a forma az megvan, hogy a szél nem kap bele, mert maga a forma az olyan, ugye, hogy a szél az lesiklik, és maga a jurta az szerkezetileg ugyanaz nagyjából, és a nemezelést azt bevittük úgy, mint ugye kézművesség, tudják, hogy ez a nemez, és mi az a nemez, és valamikor ezzel volt bevonva a jurta. Na és akkor be lehet fáradni. És itt nyáron lehet aludni. Lehet, biza. És az a legendája a jurtának, hogy a küszöböt soha nem szabad letaposni, hát ezek az ős magyar szokások azt mondják, hogy aki a küszöböt letaposra, az rossz szellemeket felszabadítja. Nyáron az a terv, lesz egy olyan éjszaka, amikor azt mondjuk, na gyerekek, oké, lovasiászok vagyunk, de a lovasiászok hogy aludtak? És akkor a szénaszalmabálákat szeretnék behozni, gyerekek itt benne alusznak. Na de ne fussunk ennyire előre. Kicsit beszéljünk a kezdetekről, Szabolcs, hogy ez az egész ötletet honnan indult? Nekem úgy indult, hogy 13 éve oktatom a néptáncot. 11 évet voltam aktív néptáncos, sikerült 13 év alatt, régen, Szászrégen és 100 kilométeres környékén, körzetében 24 néptáncsoportba 500 gyereket lefedni. Ugye minden szép és jó, táboroztunk, tényleg nagyon jól működött minden, fesztiválok, kiszállások, és úgy éreztem, hogy nekem ugye a néptáncban ugye nem csak hogy megélhetősi munkám, megélhetősi lehetőség, hanem maga a néptánc, mint hivatás. Na, én
testnevelő pedagógus vagyok, testnevelő tanár. Tanítottam iskolában is 4 évet, de rájöttem arra, hogy én a pedagógiát azt inkább a néptáncban alkalmaznám, és azt, amit én 11 év alatt megtanultam, azt tovább szeretném adni. Fölemelte a kezét, bepördítette, 1, 2, 3, és 1-et, 2-t, 3-at, 4-et. 5-6 után megnyitom, 1, 2, kéred a kendőt, Mezőági néni, tudod, ott van előtte, 1, 2, 3, 4, szembe fordul, 3, 4, jobb, bal, ni, kéne neki valami, de én néki nem maradok, inkább szüzen meghallom, hoppá te, nézd meg milyen ügyes te, nagyon jó, és akkor mi marad hátra? A csapások. 1, 2, 3, és jobb, bal. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2. Nagyon szépen köszönöm! A tánctáborok azok általában itt Vajdaszent Iványon zajlottak eddig is, és a gyerekeknek én úgy a néptánc mellett már körülbelül olyan 7 éve bevittem az ijászatot, maga az alapijászatot, hagyományos sportijászat, azért, hogy maga ne legyen a tábor abból, hogy maga csak néptánc és néptáncoktatás, hanem legyen többszínű. És ez azt jelenti, hogy a gyerek ugye, a gyereknek sokkal izgalmasabb, és próbáltam olyan tevékenységeket bevinni, és olyan foglalkozásokat, ami ugyancsak ide tartozik a magyar hagyományokhoz, ugye mind a magyar néptánc. Na, és nagyon szeretik a gyerek, tudták, hogy van egy néptánctábor, akkor volt benne egy pici lovaglás, volt egy lovunk, egy nyergünk, akkor a szekerezés. Jobb kéz, bal kéz, és itt ketten vezessük ki. Na és akkor a hangos csókot neki. És akkor kimentünk az erdőszélére, sütkereztünk, ugye, és akkor megvolt az, hogy na, nagyon sok gyerekvárosról bejött, ugye, és neki az, hogy szekerezés, fogadhajtás, mi azt mondjuk fogadhajtás, de itten ugye parasztnéven szekerezés, vezettem azt a lovat, hát látta ezt, mit tudom én, a televízióban sokan, na, oda jutottunk, hogy gyerekek azért kérték vissza a telefont, hogy filmezhessék, hogy hogy iszik a tyúk, hogy mi emeli fel a fejét, és akkor itt tapasztalta azt. Mi ugye minden távra bevittük az ijászatot, de mi történt? Ugye egyik napról a másikra nekem a hivatásom, a munkám leállt, azért, mert ugye bejött a világjárvány, nem lehetett gyerekekkel foglalkozni, iskola is online, na én online néptáncot nem tudtam tanítani. Szóval sokan próbálkoztak vele, azt mondják, nagy sikerrel jártak, de én azt mondom, hogy a néptánc az egy életre nevel, ez a legfőbb célja, és úgy, hogy egy páros életre nevel. Szóval a néptáncnak a legszigorúbb szabálya az, hogy fiú és lány alkot egy párt. Na, mert a néptáncban van, legényes van, ugye férfi táncok, de a 80-90% a páros tánc. Na, és akkor én azt mondom, jó, oké, gyerekek, de ahol van testvérpár, fiú, lány lehet, de ahol egyedül van a gyerek, hát hogy tudunk ezt, hogy tudjuk megoldani? Most mit évő leszek én? Mert egyik napról a másikra a hivatásom, a munkahelyem eltűnt. Iskolába vissza nem állhatok, azért nem állhatok, mondom, mert valahogy ezt én, ha majd minden visszaáll, én szeretném folytatni. Mert ugye az ember, mikor azt mondod, hogy 13 évi munkát felépítettünk, és akkor egyik napról másikra. Na, én tudtam, hogy ennek vége lesz valamikor, és tényleg lehet belőle valami. Akkor nekiálltunk, és tényleg mondhatom, majdnem nulláról kezdtük, és mondom te kollégáimnak, hogy mit enged ez a helyzet, ez a járvány. És akkor mondom egyszer, saját terület megvan, gyertek te, egy sátrat fel kell húzni, kemény munka, de megcsináljuk, lepadoljuk, tánc lehetőség, ijászkodást intenzívebben, a gyerekeket hozzuk, visszük, mégis maszkkal, autóba, mondom, hát ha a szülők úgy belemennek, és nekiálltunk. Tényleg kemény munka volt, gyorsan össze kellett hozni, mert úgy voltunk, hogy tényleg munkahely nélkül maradtunk, és akkor azt mondtuk, hogy a lovas ijászatnak nekiállunk. Szóval eddig ijászkodtak, a gyerekek lovagoltak, és akkor gyertek, hogy ötvözzük. Na, és tényleg olyan sikerrel jártunk, mert a gyerekek tényleg tapasztalták, mert ugye az iskolában tanulják, hogy a hunok, és hogy akkor tényleg, hogy a hun az egy milyen lovasi jásznép volt, és hogy milyen erősek voltak, és rettegésbe tartották Európát, és a római birodalmat, de a gyerek ezt így elhallott, ugye elhallgatta, de mikor tapasztalja azt, hogy igenis te ez az íj, és akkor már megpróbáltuk az íjakat is úgy kiválasztani, hogy hasonló legyen, és tényleg Kassai Lajostól tudtuk beszerezni az íjakat, aki tényleg megpróbálja azt, hogy minél közelebb állnak az íjai és hasonlítanak. Na és akkor a gyerekek kezdték tapasztalni, szerették. Mondjuk úgy, hogy szabadtéren nagyon sok mindent kezdtek engedni. A sátor lehet szabadtérnek venni, ugye, mert sátorról van szó. És így nem állt meg az egész tevékenységünk. Van nekünk 3 legfontosabb szabályunk, amit be kell tartsunk ahhoz, hogy helyesen és biztonságosan tudjunk ijászkodni. Melyik az első és legfontosabb szabály?
Tamás. Nem megyünk a lőtére. Helyes, nem megyünk a lőtére. Második szabály, Evelyn. Nem szabad másod célozni. Jó, van még egy harmadik. Mondja a Krisztina. Megvárjuk a társunkat. Helyes, megvárjuk a társunkat. Jó, első csapat kezdhetünk. Mindig figyeljük arra, hogy a lesz, hogy egyenesen állom. Képzeljük, az egy pátrára vadászik, jó? Megvan! Nagyon jó! Azt mondják nekem a faluba az emberek, hogy nagyon szerencsés vagy, te vagy a leggazdagabb ember a faluba, azért, mert a tiéd a falu csendje. Na hát tényleg az van, hogy mi vagyunk az utolsó rend, és itt 10 percre van az erdő, nagyon ki tudom használni, és tényleg olyan erdőnk van, hogy mezőség határában vagyunk, de medvétől farkasig, rókáig minden van. Miért érdemes itt hagyományt őrizni? Hát maga a táncrend. Már egy olyan, azt mondja maga a táncrend, hogy Vajda Szent Ivány. Hát Japánban is ismerik már, Amerikában is ismerik már. Azért, mert nagyon mély gyökeres. Na, én erre nagyon büszke vagyok, és büszke vagyok arra, hogy tiszta forrásból, adatközlőktől tudtam tanulni ezt a táncot, hát így gyermekeskedtem. Meg tudtam ismerni ennek a falunak a legértékesebb kincseit. És ezek a legértékesebb kincsek olyanok, hogy mulandóak, ugye ezek az emberek, mert már beszélünk olyanokról, akik már sajnos nincsenek közöttünk, de továbbadták nekünk, és nekünk az a feladatunk, hogy mi ezt továbbadjuk. Na, mert ha nem, ez elvesztődik. És úgy érzem, hogy ebben a közegben, itt Maros megyében, mert most itt vagyunk, és itt küzdünk, hogy nem könnyű magyarnak megmaradni, és én még mindig azt mondom, hogy a néptánc, és ami a gyerekek érdekes, a ziászat, lovasiászat, ezek olyan dolgok, amit a gyerekek szeretnek, élvezik, érdekes dolgok ezek, és ezáltal az anyanyelvünket is meg tudjuk menteni. Mert ha nem, nagyon sok olyan helyzet van, hogy a gyerek mindjárt sok helyzetben szégyeli azt, hogy magyar. Az én feladatom az, még egyszer, hogy a gyerekeket egy életre neveljem, és magyar érzelmiségű embereket faragjuk belőlük. Szóval ismerjék a történelmüket, legyenek büszkék a kincseikre, amik itt vannak nálunk Erdélyben. Vajda Szent Iván környéke, mezőség, és érezzék azt, hogy nekünk ez feladatunk, hogy továbbadjuk. És csak ezért megér itthon maradni. Nem elszaladni a nagyvilágba, azért, mert ha mi elszaladunk, ezek a kincsek eltűnnek. És ezek a kincsek a legértékesebbek, mert ezeket tőlünk soha az életben senki nem tudja elvenni. Ez nem egy olyan dolog, nem egy tárgy. Ez egy tudás. Ez több száz évnyi tudás, ami fennmaradt, ami megmaradt, és nekünk ez a feladatunk. Na hát, ez a munka, ez egy olyan dolog, hogy én anyagi dolgokról nem tudok beszélni. Ebből meggazdagodni nem lehet, de egy olyan lelki gazdagsággal jár, hogy ezt nem lehet kimondani. Szóval egy olyan lelki gazdagsággal, a gyermeknek az a mosolya, öröme, fejlődése. Van olyan gyerekünk, aki tényleg 10 évig, van olyan gyerekem, aki 11 éve tanítok. És arra vagyok büszke, hogy a kollégáimat, akikkel dolgozok, néptáncot oktatok, itt lovasiászatot, lovaglást, meg mindent, én neveltem ki. Szóval erre azért vagyok büszke, mert tényleg ez nem egy olyan munkahely, hogy ide egyik napra másikra becsöppenünk, hanem ők 11 év alatt rájöttek arra, hogy ők ezt szeretnék folytatni, és ezt szeretnék továbbadni pont úgy, mint én. És megértették azt, hogy te gyerekek, ez meg lehet élni ebből a munkából, nem az, mert meg lehet élni, de viszont a legnagyobb érték a lelki gazdagság. És mondom az, hogy az embernek úgy köszönik meg ezt, ugye a gyermekek mosolya, a szülőknek az elégedettsége, és látják azt, hogy a gyerek olyan dolgokat tanul itt meg nálunk, önállósodik, szocializálódik, falusi életbe beviszem őket, megismerik a villát, megismerik mi az, hogy egy talicska, mi az, hogy egy szekér, mi az, hogy az állat, megetetjük az állatokat közösen, ugye, és nagyon sok helyet ez eltűnt már falukról is. Nincsenek tehenek, nincsenek olyan dolgok, hogy a gyereknek megmutassam, hogy na most ez van. Na, hát csak ezért tartjuk. Ezért van egy pár juhunk, ezért van a bárányok, itt születnek, gyerekek nevelgetik, babosgatják, nyulakat ezért tartunk, a tyúkokat azért tartom, sütjük nekik a bundás kenyeret, két disznót vágok, én tartom minden évben, zsíros kenyeret én állítom elé házilag. Ez egy életforma. Ezt nem lehet úgy venni, hogy most hazamegyek, letettem, ugye 8 órás munkas, vagy akármilyen üzemből, gyárból hazamegyek, letettem. Nem, ez végig kísér, és
Én mondhatom azt, hogy 10 éve az én szabadságom az, hogy a gyerekeket, a csoportokat egy táborba, egy nemzetközi fesztiválra, most már beszélünk, büszkélkedhetek, hogy Görögországba is kijutottunk nemzetközi fesztiválra, mint egyedül csoport Romániából, az idén a sikerül Schengeni Horvátországba, de nekem pont úgy szórakozás, mint nekik. Na, szóval én nem úgy fogom fel ezt, mint munka, hanem egy nagy családot ápolok. Ennek a nagy családnak én vagyok a feje, hatalmas felelősséggel jár, és tudom azt, hogy én ha tévedek, akkor ez kihat 500 gyerekre. Én a gyerekeknek mindig azt mondtam, hogy a néptánc, bármilyen beszélünk néptánc, lovaglás, lovasiászat, ez mindig minket egy életen keresztül felszínen tart. Én ezt úgy érzem, és én próbálok élő példaként valahogy a gyermekek szemében fennmaradni, hogy hiába mondom azt, hogy gyerekek, ezt így kell csinálni, és közben teljesen másképp csinálom, és a szemük előtt, ugye, mert akkor a gyereknek a hite meginog. Ugye a lovas íjászat az két dologból tevődik össze, lovaglás, íjászat. Nem mindegy, hogy lovagolok, büszkén, ugye most hercegnőkről van szó. Na kérem szépen, egyenes hátmell kihúz, laza csípő nagyon fontos, vegyük át a természetes mozgást. Ő a szellő, ő pedig a magor, ő egy kanca, ő a vezérkancán kömeg mindig elől, ő nem tűri el, hogy más menjen előtte. Nagyon jó. A bemelegítés nagyon fontos dolog a lóhátán, pont úgy, mint bármilyen sportban. Csípőn a kéz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kezek tarkon ugyanaz a mozgás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nagyon ügyes lányok. Az oktatót nem előzheti meg a ló. Visszafogom, visszafogom. Nagyon jó. Balra. Királyváltás. Ó. Nagyon jó. Jó, medvére szeretnél lőni, vagy? A medvére lövök. Hát a medvét nem lőttem le. Ez már közelebb volt a medvéhez, de már ő rég kicsinált engem, ugye? Na, a ló gyorsabban fut, mint a medve. Ezt el is felejtettem. Hát nem lőttem le. Lovagolni legalább tudok, úgyhogy vágtassunk el. Mennyire kötelező ez a dolog? Tehát mi szülők akarjuk, hogy ragaszkodunk a múltunkhoz és ahhoz, amiben még mi felnőttünk, és ezt a gyerekeinkre rá akarjuk erőltetni, vagy valahol ez úgy mondhatni a vérükbe van? A gyerek az egy fehér lap. Van az a szülő, aki élt ebben, vagy valamit megélt ezekből a hagyományőrzésekből, vagy épp táncolt, vagy bármilyen lovaglásról beszélhetünk, de a legtöbb esetben nem. És a szülő szerintem azt szeretné, hogy a gyerek minél több mindent kipróbáljon, főleg ilyen korban, és én, mint magyar szülő, próbálnám egy picit fontosság sorra egyébe helyezni, akkor azt mondanám, hogy egyszer a gyerek olyan dolgokat tanuljon meg, ami hozzátartozik, úgy, mint magyar gyerek, mert egy magyar identitást nevelünk, és egy életre neveljük a gyereket. Na, és a másik dolog, én azt mondom, hogy egy ilyen gyereknek benne van a vérében, persze, mert magyarok vagyunk, és ahogy mondtam, ugye a vér vízzé nem válik, de az első lépések, azok a legfontosabbak. Na ott vagy megszerettetjük a gyerekkel azt, hogy hagyományőrző legyen, vagy nem. És nagyon fontos, a mai generációban ugye a gyerek nagyon könnyen hozzájut már az internet világához. Mindent tud, korán tud mindent, nincs hozzáérve, de mégis tud. És én fel kell vegyem a harcot ezzel. Szóval ez azt jelenti, hogy én a néptáncot érdekessége tegyem. Itt most nem lehet azt ugye, hogy akkor az a száraz néptánc 1, 2, 3, 4 és csak a lépés. Nem. Legyen színes, legyen játékos a gyereknek, és én azt mondom, hogy minél hamarabb kezdi el az ember, bármilyen hagyományőrzés legyen az néptánc, legyen az lovasiászat, bármilyen, szóval minél hamarabb kezdi, annál jobb lesz benne. Azért, mert én mint pedagógus közelítem meg a dolgokat, és a kisgyereket egy népmesébe helyezem bele. Mesésen, játékosan. Na, és a népi gyermekjátékok szerintem az alapja. Abba becsempészük a ritmusjátékot, abba becsempészük a lépést, ugye, és a lovagláshoz is ritmusérzékkel. Na, én a gyerekeknek azt mondtam, hogy az a gyerek, aki megtanul egy alap néptáncot, az könnyebben lovagol, és ez biztos ott van. Szóval összefügg minden, és érdekes, mert hogy az ember úgy beemélő a dolgokba, akkor minden összefügg, ami egyszer magyar hagyomány. Megkérjük a zenekart, hogy a fordulót folytassa, bejátszódnak velünk egy, jó?
Szerinted milyen üzenettekkel távozzon egy gyerek innen? Nekem a sikerélmény ott van, hogyha a gyereket több éven keresztül magam mellett meg tudom tartani, jól érzi magát mellettem, és én azt tapasztaltam, hogy, és már van élő példa, olyan gyereket, akit oktattuk 10-11-12 éve, hogy megmaradt magyarnak, és a fő cél az, hogy ez a hagyomány valahogy, ez a hagyományápolás egy betegség. És jó irányból beszélek, hogy jó irányból egy betegség, hogy ez a gyermek, ez úgy nő fel, és higgyétek el azt, hogy a néptánc megszűri mai napig is a rétegeket. És ha észre lehet venni azt, hogy a gyermek elkerül olyan helyre, ahol, és a néptánc vonzza, ezt észreveszi, hoppá, itt olyan emberek járnak, akik ugyanazért a céllal jöttek ide, na de egy táncházban, bárhol, ahol a néptánc népzene van, ugye, ott az emberek ismerik az illemet, ismerik azt, hogy mit jelent embernek lenni, gerinces embernek lenni. És az én célom az, hogy gerinces magyar embereket neveljek belőlük. És a legfőbb célom az, és azt mondtam a táncosaimnak és a hagyományőrzőimnek, hogy a két hagyományőrző összekerül, az biztos, hogy a gyermek hagyományőrző lesz. És nekem a célom az, hogy ugye a magyar néptáncosok ugye páros élet. Hát a néptánc az egy páros élet, és egy életre nevel a néptánc valójában. És megtanítja azt, hogy fiú és lány. És szóval szavak nélkül. Ez egy olyan érdekes dolog, hogy az embereknek, nagyon sok szülőnek mondtam, hogy észrevette, hogy a szóvodában az volt a baj, hogy nem fogja meg a lánynak a kezét a fiú. Nem. De a néptáncban megfogja. És ugye megértjük azt, hogy ez az életnek az értelme valójában, mert a hagyományőrzés gyerekeken keresztül, de ha nincs gyerek, és ha nincs magyar gyerek, akkor az elvesztő. És az a célom, hogy a magyar gyermek legyen, akinek tovább tudjuk adni, és magyar családok legyenek. Egyik dolog, a másik dolog az, hogy érezzük azt, hogy itthon nekünk annyi a kincs, annyi az érték, hogy ezt nem szabad itt hagyni. Szóval érezze az a gyermek, érezze az az ember, mik odaért, és ugye éveken keresztül ápolta meg néptáncos volt, hogy én elmegyek ugye idegenbe, de ott nekem ez nincs meg. És higgyétek el, aki ebbe belemélyül, és éveken keresztül űzte, és ugye ápolta, az valahol úgyis hazavágyik és hazajön. Nekem ez a tapasztalatom. Voltak táncosaim, kimentek, megpróbálták, hazajöttek, és azt mondták, hogy te, de úgy hiányzik az a táncpróba, úgy hiányzik az, hogy itt ugye most már családba tudok gondolkodni, vannak gyerekes családok, azt mondjuk, hogy egészen 14 éves korig, de vannak 18 év feletti korosztály, ahol tényleg úgy jönnek haza, mint más ember, hogy a családjához visszatér. Na, és nekem ez a célom, hogy magyar érzelmiségű embereket neveljek belőlük, és akkor szerintem az, aki több éven keresztül, minimum 5 éven, 6 éven keresztül hagyományőrző volt, szerintem ő ezt a családjába majd beleülteti, és így gondolkodik. Szóval az ember, hogyha magyarként gondolkodik, akkor azt jelenti, ismeri a múltját, ismeri történelmét, megtapasztalta, mit jelent az, hogy néptánc, mit jelent a népzene, és megtapasztalta, és akkor érzi, hogy mekkora érték ez. Na, szóval addig, amíg az ember csak hall róla, vagy olvas róla, addig valójában nem tud belemélyülni. De amikor ugye több éven keresztül megtapasztalta, akkor szerintem ez már ugye a vérében van. Mert úgyis a vérünkben van. Szerinted a Hanna hagyományőrző műhely 5 év múlva hol fog tartani? Hol szeretnéd, hogy tartson? Hát tervezünk, és én mindig olyan vagyok, hogy előre szeretek tervezgetni. Na de ugye én azt szeretném, hogy ez a Hanna hagyományőrző műhely minél több gyereknek, minél több fiatalnak adjon lehetőséget, helyett ott, ahol jól érzi magát, ott, ahol néptáncosként be tud lépni, ott, ahol lovasiászként be tud lépni, és nem csak az erdélyi magyarokról vagy a romániai magyarokról beszélek, az a célom, hisz ugye anyanyelvünkön, hagyományokon keresztül egyek vagyunk, és mi ugye, hogy kijárunk Magyarországra,
Nagyon sok helyt láttam, hogy az erdélyi táncokat táncolják, és én azt szeretném, hogy egy pár év múlva legyen az, hogy igenis megtanulták, mert és annyit tudnak, hogy Erdélyből származik. Én azt szeretném, hogy a magyarországi gyermek is jön ide, és mutassuk meg neki, mit jelent Erdély, mit jelentnek az erdélyi szokások, hagyományok, tapasztalja meg itt a gyökerénél, hogy mi az. Mert hogyha az ember elmegy a gyökeréhez, ahogy mondtam a gyerekeknek is, hogyha a gyökerétől kezdjük ugye a dolgokat megtanulni, gyökerétől, akkor úgy van valójában értéke. És nekem az a célom, hogy minél több gyerek forduljon meg itt, és minél több gyermeknek tudjam átadni azt, amit én megtanultam, és amit úgy érzek, hogy az életben nagyon fontos. De akkor nekem rossz össze. Még volt! Eltaláltam szegénynek a lábát. Jó, köszönöm szépen. Kiemelt támogatója a Marosvásárhelyi Toyota.